Oroszország február 24-én támadta meg Ukrajnát, azóta a védekező harcokban 2.500-3.000 ukrán katona esett el, közölte Volodymyr Zelenszkij államfő a CNN hírügynökségnek adott interjújában. Az elnök kiemelte, közel 10.000 ukrán katona szerzett különböző sérüléseket. Az ukrán sajtóban korábban közölt adatok szerint az oroszok veszteségei 10.000-szer nagyobbak, ukrán becslések szerint a háborúban eddig 20.000 orosz katona esett el. Közben az ENSZ arról számolt be, hogy a több mint 50 napja tartó háború eddig 200 gyermek áldozatot követelt. Szakértők szerint azonban ennél sokkal több ártatlan kiskorú esett a harcok áldozatául. Az ostrom alatt lévő városokban ugyanis még nem ismertek a pontos veszteségek. Több mint egy millió ember menekült el Ukrajnából az Oroszország által indított háború kezdete óta, közölte az ENSZ. A menekültügyi főbiztosság szerint a második világháború óta nem tapasztalt menekült hullámmal túlnyomó részt nők és gyermekek érkeztek. A háborús helyzet miatt ugyanis a 18 és 60 év közötti férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát. A menekültek többsége, mint egy 2,7 millió ember Lengyelországban keresett menedéket. A háború február 24-i kirobbanása óta több mint 100 ezer belső ukrajnai menekült érkezett Magyarországra. Egy részük tovább utazik a nyugati országokba. Azok, akik Magyarországon kérnek menekült státuszt, létfentartási támogatásban részesülnek. Az állam a munkahelykeresésben is segíti a harcok elől menekülőket. Mivel az ukrán-orosz béketárgyalások eddig nem hoztak eredményt, és a harcok intenzitása sem csökken, a következő időszakban is sok belső ukrajnai menekült fog az Európai Unió országaiba érkezni. Az Ukrán Nemzeti Bank engedélyezte a bankok számára, hogy készpénzes valutát értékesítsenek a lakosság számára. A határozat szerint az árfolyam nem lehet alacsonyabb, mint az Ukrán Nemzeti Bank hivatalos árfolyama. A jegybank szerint ez a lépés csökkenti az illegális devizapiac működését. Továbbra is tilos a nem készpénzes valuta magánszemélyeknek történő értékesítése. Továbbá a központi bank a külföldi tőke kivonás megelőzése érdekében megtiltotta a bankoknak, hogy idő előtt visszafizessék nem rezidens felektől felvett hiteleiket. Pénteken több mint 12 ezeren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. A rendőrség 561 embernek állított ki idéglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint pénteken 768 menekültet, köztük 287 gyermeket fogadtak a fővárosban. A külön vonatokkal kőbánya fel első vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a bokcsarnokba a rendőrök folyamatos kapcsolatot tartanak a segélyszervezetek munkatársaival a háború elől menekülő ukrajnai családok minél szervezettebb segítése érdekében az uvári Gyalogjáró híd egy időre szabadtéri galériává vált. A kiállításon tíz ukrajnai festőművész közel 50 festményét lehetett megtekinteni. Jehor Dulin, a Luhansk megyéből érkezett festőművész hét munkáját ajánlotta fel a kiállításra. Érdekes az ötlet, nagy a tömeg, így több ember látja a festményeket. Tetszik, Ungvár, már nem először vagyok itt. Minden nap dolgozom itt a városban. Ez egy plener utáni kiállítás. Szeretnénk, ha a világ megismerni Ukrajnát, mi az úgynevezett művészeti fronton vagyunk jelen. A kiállítás szervezője, Juridik, a ma Művészeti Társaság jótékonysági elnöke. Fontos, hogy a lehető legtöbb ember találkozhasson a művészettel, azzal a Kulturális fronttal, amely ma együtt dolgozik a néppel, közösen a győzelemért. Egy nagy megújulásra számítok. Nemzet van születőben, ezzel vigasztalom magam. Az alkotások között az ungvári közönség számára ismertebb művek is láthatóak voltak. Géza Ez a Györke Géza munkája. Ez meg egy templom az én szülőföldemen, Volín megyében. Ez Valérés Magykó munkája. Egy olyan pont a Pithorocka utcán, ahonnan Boksai lefestette az Ungvári várat. Olyan festőművész munkái lettek kiállítva, aki felkeltette az érdeklődésemet, aki gondolkodásra késztetett. Kincset jelent, és ilyen festőművészből nálunk sok van. Ez nagy örömet jelent. Olenas Kucsina festőművész Dnipróból érkezett. Az ő munkái is láthatóak a kiállításon. Itteni tájképeket, valamint csendéletet is fest. Uvá, kellemes meglepetés számunkra, itt sok látnivaló akad. Vannak történelmi helyszínek, szép a természet, nagyon szeretek itt dolgozni, örömmel tölt el, amikor látom a szépet és alkothatok. A háború a művészek terveit is módosította, az ilyen jellegű kiállítások viszont külön alkalmat nyújtanak arra, hogy emlékezzenek. Az élet tovább folytatódik a művészetben is.